Karácsony óta várnak erre a pillanatra a Bonyhádi Idősek Otthonának lakói. Az otthon minden esztendőben igyekszik olyan ajándékokkal meglépni a lakókat, melyek a mindennapok egyhangúságát is megtörik. Az élmény ilyen, amiről hetekig lehet beszélgetni majd utána. Teljesen egyszerű a motiváció, igazából az aktivitás megőrzése a cél, tehát hogy a mindennapokat tartalommal töltsük meg, és a mindennapos foglalkoztatás mellett igyekszünk egy-egy olyan programot vagy lehetőséget becsempészni, ami annak ellenére, hogy most jelen esetben 2 lakónak van lehetősége részt venni a programon, többen elkísértek, tehát az élmény az részükről is átélhető. Az alig negyed órás út után a két idős hölgy, Marika néni és Zsuzsa néni nehezen szálltak ki a gépből. De mindketten boldogan mesélték életük egyik nagy kalandját. Láttunk mindent, de néha nehezen tudtuk meg beazonosítani. Igen, hogy most ez falu, vagy ez egy szexárd. Nem tudom kiválasztani a legszebbet, mert minden szép volt, nagyon szép volt, hogy lenéztük a házokat, mondjuk a tó fölött, amikor elmentünk. Nagyon szép volt, nekem mindegyik tetszett nagyon. Kiskelemen Eszter szakmai vezető azt mondja, ezek az alkalmak még az otthonmaradóknak is plusz energiákat hoznak, mert átérzik társaik örömét. Az ilyen alkalmak anyagi hátterét az otthonban működő civil szervezet teremti elő az idősek számára.